Szeretettel üdvözlöm a Programinfo nézőit és hallgatóit. Műsorunk címe Mesél a Kávéház, innen a Continent Wine & Café volt. Mellettem a kötelező melancs, nagyon szeretem. Tudják, kávé és méz az valami fenséges. Mellettem egy nagyon kedves fiatal hölgyül, nagyon népszerű zenei körökben és nem zenei körökben, majd erről ő mesélt. Vendégem Szirota Jennifer, szervusz, üdvözöllek! Szia, üdvözlöm én is a nézőket! Kicsit bajban voltam a bemutatásoddal, mert hogy mondhatnám azt is, hogy énekes vagy, énekesnő, de egyébként ugye van saját zenekarod, és milyen más, mellette még számtalan dolgot csinálsz, és arról volt szó, hogy erről beszélgetünk, mert nagyon érdekesnek találtam, hallomásból, információkból tudom, hogy merre vagy. Megmondom őszintén, hogy nagyon keveset hallok rólad manapság a különböző médiumokban, de hát azért vagyunk itt, hogy erről beszélgessünk. Hogy vagy? Köszönöm, nagyon jól. Nagyon jól? Nehéz egyébként már, mint így a kezdet, mert hogy nem is tudom, hogy honnan kezdjem. Hát az elejéről. A mesélést. Az, hogy keveset hallasz rólam, az valamilyen szinten tudatos, de erre majd a későbbiekben valószínűleg kitérek. Egyébként ezt nagyon sok helyen megkapom, úgymond, és hogyha találkozok emberekkel, vagy ugye nagyon sok helyen megfordulok, akkor nagyon sokszor észreveszem, hogy így figyelnek az emberek, és így közben látom, hogy forog a kerék, hogy most nagyon ismerős a lány, de hogy honnan ismerős, és hogy nem tudom. Aztán, mikor esetleg szóba elegyedünk, és felhúzódik az X-faktor, a csillag születik, akkor egyből tudják, hogy tényleg, és úgy beugrik, hogy igen, onnan ismerős ez a lány. Egyébként ahhoz képest, hogy nem hallanak rólam, rengeteg mindent csinálok, ahogy te is mondtad, nagyon-nagyon sok mindent. Egészen pici koromtól kezdve jellemző egyébként, hogy nem bírok megülni, és nem bírok egy helyben állni, és nem tudok várni, hogy valami történjen. Tehát inkább így elébe megyek a dolgoknak, és így teszek azért, hogy legyen programom, hogy azt csináljam, amit nagyon szeretek, és ez nem csak az éneklés. Nyilván az, ami egyébként pici korom óta elkísér a zene, ugye a édesapám által is, hiszen ő is énekléssel foglalkozik. Van egy bátyám, ő szintén zenész, ő dobol, úgyhogy igazi kis zenés család vagyunk. Szoktuk mondani egyébként, hogy egyedül anya a kakukk tojás ilyen szempontból, viszont egyébként annyira nem, mert ő is, tehát én úgy érzem, hogy azért szorosan kötődik a zenéhez. Én nagyon ritkán hallottam őt így dúdolni vagy énekelni, és iszonyatosan jó hangja van. Hát valahonnan örökölni kellett a csodálatos hangot és a csodálatos tolkot. Azért ne rohanjunk ennyire előre. Ezt akartam mondani. Amit én szeretnék tőled megkérdezni, hogy miért van az, hogy az emberek egyébként nagyon sikeres énekes nőket, beleértve másokat is melletted, hogy részt vettek tehetségkutatón, eljutottak valamilyen szintig, bármilyen szintig, és mindenki arra az egy kis rövid részletre emlékszik rólatok veletek kapcsolatban, és utána valahogy úgy kikerültek a Pixisből. Igen, én erre azt szoktam mondani, hogy én még akkor nem éltem, mikor mondjuk voltak a táncdalfesztiválok és hasonló dolgok, viszont így tapasztalva, ugye én is voltam két tehetségkutatón, és így ezt tapasztalva azt gondolom, hogy lehet, hogy, sőt nem lehet, hanem én azt gondolom, hogy nem jobb volt ez akkor, mikor csak így 3-4 évente volt egy ilyen dolog, és akkor volt ideje annak, akinek esetleg azt mondták, hogy figyelj, most nem, annak volt 3 éve, hogy fejlődjön, hogy csinálja, és akkor majd 3 év múlva lehet, hogy találkoztak. De most ugye az ember hozzászokott ahhoz, hogy elindult egy tehetségkutató, és annak még vége sincs, de már kezdődik a következő. És persze, hogy elfelejtik az emberek, és persze, hogy az van, amit én is tapasztalok, hogy nagyon ismerős, de nem tudom, hogy honnan. És én azt mondom, hogy ez olyan, mintha így futószalagon jönnénk, ugye? Mindig jönnek az újabbak, a frissebbek, és akkor a régebbiek úgy... Hát nagyon csúnyán fogalmazok, de mennek a súlyeztőbe. Aki viszont talpra esett, és céltudatos, az én azt gondolom, hogy onnantól kezdve csak rajtunk múlik, hogy mit tudunk elérni. Na most én nyilván a neveltetésnek, mindennek, szülőknek, családnak köszönhetően, én mindig az a fajta ember voltam, aki így
igyekeztem saját lábamon megállni, mindig voltak céljaim, mindig határozott voltam, soha nem engedtem, tehát hogyha azt mondtam, hogy én most A irányba megyek, akkor arra mentem. És én azért szerencsésnek mondhatom magam, mert lehet, hogy nem vagyok benne a Rivalda fényben, amit az elején is mondtam, hogy ez tudatos, de majd még megint azt mondom, hogy kitérek rá. Lehet, hogy nem vagyok minden nap a tévéképernyőn vagy újságcímlapon, viszont én ettől függetlenül nekem hétfőtől vasárnapig telítettek a napjaim. Tehát mindig van mit csinálnom. Mindig megyek valahová énekelni, mert mindig vannak meghívások, hála jó Istennek, mert nagyon szeretnek az emberek, és még mindig emlékeznek rám, és pont reggel gondolkodtam ezen, hogy lassan már 10 éve, hogy voltam először a tehetségkutatóban, az X-faktorban, de még mindig tudják. Tehát, hogy nagyon ritka, amikor így csak gondolkodik, de egyébként az akkori One Night Only, ez úgy megmaradt az emberekben, a Jennifer Hudson-dal, amit akkor énekeltem az X-faktorban, hogy ez nagyon mély nyomot hagyott bennük. És érdekes, mert az egy pont olyan dal volt az életemben, ami így nagyon megkérdőjeleztem, amikor egyszer így valaki mondta nekem, hogy te itt van ez a dal, ezt nem akarod megtanulni? És mondtam, hogy hát, én úgy érzem, hogy nekem ez nagyon nagy falat. És mondtam, hogy ezt inkább hagyjuk. És igazából csak 2 percig tartott, mert megvártam, míg kiment a szobából, és már kapcsoltam be a dalt, és már kezdtem tanulni. És nekivágtam. És azt mondom, hogy ez az a dal, ami szerintem még így évtizedekig el fog kísérni, mert olyan szinten megpecsételte a sorsomat, én azt érzem, hogy ez elkísér, és én ezt nem is bánom. Tehát ez visszatérve, szerintem csak rajtunk múlik nagy mértékben, hogy vagyunk képesek utána, miután vége egy ilyen műsornak időszeresen fennmaradni, és megtartani azt a szintet, amit mondjuk egy műsor által, vagy bármi által elértünk. Ahhoz, hogy valaki ilyen szabadon tudjon szárnyalni és haladni, ahhoz kell egy szülői, meg egy családi háttér. A szülők soha nem fogtak, nagyon keményen hagyták, hogy mindig kiteljesedj és azt csináld, amit szeretnél? Nekem most így hirtelen az jutott eszembe, hogy nekem édesapám kicsi koromtól kezdve mondja, hogy egyszerűen olyan vagyok, mint egy vadló, akit nem lehet betörni. Én meg azt mondom, hogy meg se kell próbálni, mert tényleg nem lehet. De azt mondom, a családra visszatérve, hogy nagyon szerencsés vagyok, és összeteszem a 2 kezem, mert olyan szüleim voltak, vannak mai napig, akik abszolút támogattak, hagyták, hogy kibontakozzak. Nyilván voltak pillanatok az életemben is, a karrieremet illetően is, amikor úgy mondjuk apa leültetett, és akkor próbált úgy finomítani, formálni vagy terelni, most kisebb sikerekkel, vagy nagyobb sikerekkel, de úgy próbált rám hatni. Nagyon sok tanácsát megfogadtam, nagyon sokat nem. És amit esetleg nem fogadtam meg, arra később mindig rájöttem, hogy hát lehet, hogy jó lett volna, mert igaza van. Csak ugye milyen a tinédzser, lázadó, akaratos, és nekem is volt egy ilyen időszakom, tehát ez tény, ez szerintem mindenkinek van. És volt, hogy nem hagytam, hogy engem befolyásoljon, és majd én tudom az én igazamat. Aztán később tényleg rájöttem, hogy hát lehet, hogy kicsit finomabban kellett volna ezt kezelni és hallgatni rá. De én nagyon-nagyon hálás vagyok a Jóistennek, meg mindennek odafent vagy akárhol, hogy ilyen szülőkkel áldott meg a Jóisten, mert szerintem nekem ez ők igazi példaképek. Te. És milyen gyerek voltál? Vad? Én azt gondolom, hogy igen. Fiús? Igen, egyébként. Imádtam a bátyám a kis autóival játszani, imádtam a gyorsaságot, imádtam a pörgést. Voltak Barbie babáim, szerettem babázni. Volt egy időszak, amikor divattervezőnek is készültem, mind a mellett, hogy ez abszolút tudtam már 4 évesen, hogy én már pedig énekesnő leszek, de voltak ilyen kis próbálkozások, én mindig varogattam a ruhákat a kis babáimra, és azzal úgy szerettem eltölteni az időt, de az csak egy 20 percig tartott, aztán már kapcsoltam is be a kis kazettát, és ment az éneklés. Nagy kedvenc volt a Nox, a Zanzibár, nekem ezek a Vénusz, és hát ezen kívül meg ugye, mert ez a kicsit pop-rock kategória, viszont nagyon szerencsés vagyok abból a szempontból is, hogy édesapám által megismerhettem az igazi, valódi zenét. Értem itt ez alatt, ez nyilván mindenkinek más jelent. Tehát ez, de nekem ott volt a Piramis, Deák Bill Gyula, Révés Sándor,
és még sorolhatnám. Rocker voltál? Igen, igen. Én szerintem abszolút. Már csak azért is, mert ugye 4-5-6 évesen, meg pár évesen az embernek azért megvan a kis rutinja, oviba van, hazamegy, akkor még ott játszik, el van, mesét néz, vagy akármi. Ez nálam is megvolt nyilván, de én például már 4-5 évesen édesapámat tanulom rá, hogy már motoros találkozókra jártam. És milyen volt a motoros találkozó, mennyire vissza tudsz rá emlékezni? Az a legdurvább az egészben, hogy bennem ez annyira élénken él a mai napig, ezek a fesztiválos élmények, hogy nekem még volt szerencsém például látni élőben a Tunyogi rockbandet, Tunyogi Pétert, és ezt mai napig szokta mondani apa, hogy az viszont benne él élénken, amikor azt mondtam, a Tunyogi rockbandet hallva és Tunyogit énekelni, hogy apa, én rajtad kívül így énekelni még senkit nem hallottam. Úgyhogy én olyan szerencsésnek érzem magam, hogy nekem még ott volt ez a valódi zene, hogy én ezen nőhettem fel, és egyébként ez kihat a karrierembe is. És itt át tudom kötni arra, amivel kezdtünk, hogy mondtad, hogy nem nagyon hallani rólam. És ezért mondtam egyfajta, vagyis hát tulajdonképpen tudatos is valamilyen szinten, hiszen rengeteg lehetőségem lett volna, hogy már régen a rádiók játsszák a slágereimet, nem egyet, nem kettőt, és hogy sokkal, sokkal magasabban legyek, mint egyébként most vagyok. Viszont én mindig azt mondtam, hogy nekem ennyit nem ér ez a dolog. Tehát én nem akarok egy slágeres előadó lenni. Én nem akarom, hogy legyen egy sláger, és akkor azon a nyáron megyek haknizni. Annak is megvan, biztos vagyok benne a szépsége. Valaki azt szereti, de én nem. Nekem, mivel itt voltak ezek a zenei példaképek, itt volt apa, itt voltak a szülő, itt volt ez a csodálatos családi háttér, illetve példakép, ezért én mindig azt mondtam, hogy nekem a minőségi muzsika az, amit én csinálni akarok, amiben jól érzem magam, amit képviselni akarok, mert azt gondolom, hogy arra fogják tudni azt mondani az emberek, illetve azt akarom, hogy 20, 30, 40, 50 év múlva azt mondják az emberek, hogy igen, ez a lány, ez olyan zenét csinált, hogy ez igen, ez minőség. És inkább várok még. És tudom, hogy fiatalabb már nem leszek. De inkább azt mondtam mindig, hogy inkább csendesen, szerényebben éldegélek, várok még, de legyen minőségi ez a muzsika. Egyébként, ahogy így beszél, hogy mondod a sztorit, és mesélsz magadról, több kérdés így bebe villan, hogy azért erre gondoltam, hogy megkérdezem, de megerősítettél benne. Az egyik az, hogy igaz, hogy minőségi zene, és itt válsz meg tök jó, meg az ember akkor tudja, hogy kivárja a sorát, és akkor egy nagyot fog szólni egyszer valamikor, valami, amivel nincs is gond. De meddig szeretnél várni? Van-e valami határ, amit azt mondod, hogy na jó, akkor eddig, és akkor itt robbantani kell, mert úgy érzem, hogy ezt most itt elértem. Látod-e már a végét? Vagy azt az időpontot? Nem látom a végét, mert ahogy magamat ismerem, percről percre mindig változik valami bennem. Nagyon sokáig türelmetlen voltam, egyébként ez mai napig jellemző rám, de sok-sok éven keresztül, ugye mivel a külvilág is befolyásol minket, sok embertől folyamatosan kaptam, hogy ki fogsz futni az időből. Nem leszel fiatalabb. Egyetértek. Senki nem lesz fiatalabb. Viszont az, hogy ki fogok futni az időből, én nem tudom, mert hogy ezt méri valaki, hogy most nekem 20 éves koromban kell a toppon lennem, vagy... Tehát, hogy nem, én nem érzem, hogy nekem siettetni kellene bármit is. És azért mondom, hogy volt egy időszak, amikor úgy voltam, hogy otthon ültem és görcsöltem, hogy úristen, lekések valamiről, mert ez volt az érzésem, hogy lekések valamiről, és nehogy már megengedjem magamnak, hogy mondjuk a kedvenc időtöltésem az olvasás, hogy én most olvassak, holott nekem kőkeményen menni kéne és akkor csinálni. De nem. Hát egyrészt az kell nekem, hogy én rendben legyek, hogy egy kis időt azért magamra tudjak szánni. Másrészt én visszatérve nem gondolom azt, hogy kifutnék az időből. Nem gondolom azt, hogy lenne egy határ, hogy nekem eddig ezt meg kell valósítanom. Már csak azért sem, mert én pár hónappal ezelőtt jött el az a pont az életemben, amikor azt mondtam, hogy most valami elindult.
Én nem tudom, egyébként nagyon érzékeny ember vagyok, és a pozitívat, negatívat olyan ugyanolyan erősen érzem magamban, legyen szó bármiről. És volt egy pont pár hónappal ezelőtt, amikor azt éreztem, hogy valami úgy megmozdult bennem, és mintha azt érezném, hogy valami elindult körülöttem, bennem, mögöttem, előttem, stb. És most úgy érzem, hogy jó úton haladok. Pont erre akartam utalni azzal, hogy látod-e már, hogy valami startol. Igen, és azt gondolom, hogy lehet, hogy akkor most közeledek afelé, amire pici gyerekként vágytam. Úgyhogy nagyon remélem, hogy ez így van. Pici gyermekkor szóba jött. Ki volt az, aki azt mondta neked, hogy hát nézd, Jenny, látok benned fantáziát, nyomd ezt a vonalat tovább, és szerintem jó lesz. Hát ez visszarepülhetünk az óvis korszakomig igazából. Nekem a legelső ilyen élményem, ami volt, az, hogy az óviban már ugye szintén felfedezték, hogy ez a kislány nagyon szépen énekel, és mindig szerepeltem. Az óvó néném egyszer elvitt a szomszéd, én ugye Nyírmadán laktam, nyírmadai származás vagyok, és az óvó néném elvitt a szomszéd faluba, a pusztadobosa, egy zongoratanárnőhöz, hogy hallgasson már meg, mert ő hall bennem valamit, és már nem tudom, hogy mit énekeltem akkor a tanárnőnek, de emlékszem, hogy ő is határozottan állította, hogy hát igen, ebben a lányban van valami, úgyhogy érdemes vele foglalkozni. És igazából ő volt szerintem az első, aztán volt még egy pillanat, ez csak eszembe jutott, egy ilyen nagyon meghatározó pillanat, akkor is körülbelül 4-5 éves lehettem, a szomszéd fagyizóban, tehát a szomszéd fagyizóból átjött egy hölgy, aki nekem nagyon-nagyon közel áll a szívemhez, mindig pótkeresztanyaként gondoltam rá, innen is puszillak Szilviként. És hogy nekünk ő hozott egyszer egy kazettát, mondom 4-5 éves lehettem, ez a Jézus Krisztus Superstar volt ezen a kazettán, a musicalnek a dalai, és ők ezt otthon berakták nekem ezt a kazettát, és úgy kezded el, hogy én ezen elkezdtem sírni. Tehát, hogy ugye már akkor, nem tudom, hogy miért volt ez, mert annyira részletesen nem emlékszem, de hogy annyira érzékeny voltam, és annyira fogékony ezekre a dolgokra, és engem annyira meghatott az a történet, amit ott hallottam a dalon keresztül, hogy zokogtam. És ez is egy ilyen meghatározó pontja volt az életemnek. Nyilván a másik legmeghatározóbb az 11 éves koromban volt, amikor itt Nyíregyházán játszottak, azt hiszem apáik, volt egy koncert valahol, és ott a koncertjük után, mert ugye mindig szerettem szerepelni, koncertjük után felálltam a színpadra, és elkezdtem énekelni. És ott volt apának egy nagyon kedves régi ismerőse, Széles István. Mi ismerem. És ő mondta akkor apának, hogy te a lányban tényleg van valami. Ajánlok nektek egy énektanárnőt, vidd el hozzá, beszélek vele, hallgassa meg. Ő dr. Bánhidini Maróti Magdolna. A beszélgetés elején csak úgy zárójelben ugye beszélgettünk róla, hogy azért van nekem is kötődésem ehhez a csapathoz. Szabad ne feled, kérlek, de lenne egy kérdésem, hogy amikor az ember ugye az óvit befejezi, akkor jön az iskola választás. Miért nem a 4-es iskola is Dénes bácsiék lett a választás a szülőknek, vagy esetleg neked, és miért egy másfajta pályán indultál el? Az, hogy miért nem egy klasszikus zeneiskola? Ez akkor nem merült fel, hogy esetleg? Hát nekem az általános iskola után ugye volt egy, vagyis én ide jártam a művészeti gimibe, Nyíregyházára. De hogy előtte én jártam például Vásárosnaményú a zeneiskolába, zongora szakra. De hogy miért nem Nyíregyházzal? Csak úgy... Egyrészt ugye mi, hát nem voltunk egy szegény család. Tehát én mindig azt mondom, hogy akinek tető van a feje fölött, és ilyen példás családban nevelkedhet, az nem szegény. Viszont nem is voltunk soha gazdagok, és nem éltünk nagy lábon, és azért meg kellett sokszor gondolni, hogy most akkor holnap mire megy el az adott összeg. Tehát így nyilván anyagi dolgok is közre játszhattak ebben, de ennek ellenére, és én ezért is tudok nagyon-nagyon felnézni én sok dolog mellett a szüleimre, mert ahhoz képest, hogy nem álltunk túl jól anyagilag, de amit mondjuk édesanyám keresett, az mindig arra ment el,
hogy a tesómnak, tesóm pályáján legyen, és nekem is mindenem meglegyen. Ahhoz, hogy, hogy majd 10-15-20 év múlva itt tudjak tartani, ahol. És nekem ugye volt ez a zeneiskola, a zongora, és pont amikor a legjobb kategóriába léptettek volna a B-osztályba, vagy nem is tudom már, hogy volt ez akkor, akkor abba hagytam már, hogy közbe jött a Magdinén is hangszín, musical és színi tanoda, és hát akkor nyilván meg kellett gondolni, hogy akkor melyiket szeretném, mert a kettő együtt nem ment sajnos. És egyértelmű volt, hogy az éneket választom. Egyrészt nagyon közel került hozzám Magdi néni, nekem első perctől kezdve, sőt, azt hozzáteszem, és ezt neki is mondtam annó, tehát ezt nem szégyellem, mert nincs is ebbe semmi, hogy mikor először találkoztunk vele, akkor én után mondtam apának, mikor eljöttünk, hogy biztos, hogy ő fog tudni engem tanítani, mert nem a tehetségét mondtam kétségbe, hanem hogy úgy nem tudom. És így voltak bennem kérdőjelek. És mondta, hogy természetes, ne viccelj már, de hát majd meglátjuk idővel. És ahogy elkezdtem megismerni és hozzájárni, és iszonyatos példakép lett. Tehát nekem a szüleim, meg Magdi néni a top háromban vannak példaképek szempontjából. Iszonyatos jazz énekesnő volt egyébként, és szerintem az a mai napig. És nekem szokta mondani apa, hogy annyira hallja bennem azóta is Magdi nénit, mikor énekelek. És én neki nagyon-nagyon sokat köszönhetek. Rengeteg musicalben szerepeltem általa, jártam hozzá magánórákra. Tehát azért szereztem egyfajta olyan tudást nála, ami nélküle nem biztos, hogy ment volna, és nem tartanék most itt, ahol. Úgyhogy ez nem volt kérdés ettől függetlenül, hogy nem jártam zenei sulikba, vagy nem úgy indult ez az első osztálytól. Mert valahogy ez jött, és a művészeti, meg a Magdi néni előtt ez valahogy így autodidakta módon működött ez a dolog nálam. Azért mosolygok egy picit, mert hogy azt nekem nagyon tetszik, hogy beleéled magad, és mégis ott élsz azokban az időszakban, amikor ezek történtek veled. Nekem egyetlen egy kérdésem van, hogy oké, hogy apa zenész, zenei pálya és szép, soha nem óvtak ettől, hogy Jenny, ezt ne csináld? Vagy inkább csinálj mást, válasz valami más területet, és akkor majd meglátod, hogy ha az megy, akkor megy a zenei pálya. Nem volt ilyen féltés bennük? Hát most erre nem emlékszem tisztán vissza, megmondom őszintén. De szerintem sok esetben benne van az a pakliban, nem? Hogy amikor van egy anya meg apa, és ő nyilván mindenkinek vannak tervei jobb esetben, meg álmai. És nekünk ott van apa, aki szintén zenéléssel foglalkozott mindig, és mindig énekelt, és sokat volt színpadon. Nyilván neki is ettől sokkal-sokkal nagyobb álmai voltak, mint amit mondjuk eddig csinált. És nem lehet az esetleg ilyen esetben, ezen sokat gondolkodtam, csak azért hozom ezt fel, hogy azért ilyenkor szülőgyereknél benne lehet az, nem, a dologban, hogy valamilyen szinten akarja az apa vagy anya, hogy a gyerek igenis érdel azt, amit én szerettem volna, de nem tudtam. És ezért is jó, mert én tudok már neked tanácsot adni, mert én végigmentem már azon az úton, amin te még csak most fordulsz rá. És ez szerintem tök jó, hogy tud nekem segíteni, tud tanácsot adni, mert nálunk mindig ez volt. Tehát mi nagyon sokat beszélgettünk. Mindig az volt, hogy gyere már, küljünk le, és akkor órákat beszélgettünk. Tehát tanácsokkal látottál. És ez szerintem tök jó, amikor azonos a pálya, és tud neked segíteni, tud terelni, hogy most lehet, hogy ezt kéne, de lehet, hogy nem azt. Inkább így próbáld, úgy próbáld. Az meg már nyilván a gyereken múlik, hogy mennyire hajlandó elfogadni az észrevételeket, tanácsokat. Én azért igyekeztem mindig, tehát nem mondom, hogy mindig ez az önfejű és öntörvényű voltam, de a legtöbb esetben igen. Azt olvastam rólad, illetve most is az tűnik ki a szavaid mögül, nekem nagyon fontos a család. Az megalapozza egyébként egy jó karriert, hogyha a család ott áll és nagyon fontos, és tud segíteni, és akar is segíteni? Szokták mondani, minden sikeres nő mögött áll egy férfi, meg a fordítva. Ez így igaz. De szerintem, hogyha van egy olyan család, akik
Hát egyszerűen van egy családod, akikkel imádjátok, szeretitek egymást, az a legnagyobb boldogság az életben. És hogyha te boldog vagy, akkor onnantól kezdve megint csak azt tudom mondani, hogy a karriered hogy alakul, az már csak rajtad múlik. A legfontosabb szerintem az, hogy boldog legyél, kiegyensúlyozott, ez az alapja mindennek. És nekem ez megadatott. Ez tök jó és tök szuper. Egyébként amikor bekerültél a művészetibe, akkor ugye eltérültél otthonról, gondolom, akkor is voltál. Változott valamit az élet? Kicsi szabadság, vagy kinyílt a világ? Kolit nem sokáig bírtam, én nem nagyon bírom az ilyen... Nekem az ilyen bezártság érzetet okozott, és én azt nem szeretem. És nagyon sokan voltunk lányok egy szobában, az volt a másik ilyen dolog, amit annyira nem nagyon tudtam, mert valahogy én mindig is szerettem így egyedül lenni. Én nem félek a magánytól, nem félek az egyedüléttől, a magány az csúnya szó nekem. Nem félek az egyedüléttől, sőt ki is használom, hogyha úgy adódik. Szóval inkább szerettem így szabad lenni, úgyhogy ez nem is sokáig tartott ez a kolis időszak. Ezt megbeszéltem a szüleimmel, telefonáltam sokszor sír, hogy hát ezt oldjuk meg, mert nem. És inkább felkeltem korán, és vonatoztam be, és mentem haza. Bocsánat, elfelejtettem. De kinyílt-e a világ? Ja, abszolút ki. Igen. Tehát én mindig nyitott voltam így a világra, mindig érdekeltek az újdonságok. Nekem már szerintem nem kell ehhez a középiskolás, gimis korszakhoz, inkább vissza kell repülni az időben. Tehát nekem már ott pár évesen kinyílt a világ, amikor fesztiválokra jártam. Míg más korombeli esetleg tényleg otthon játszott, mesét nézett. Nekem már akkor kinyílt a világ, tehát én már akkor belecsöppentem abba, amiben a felnőttek világa is. És nekem ez annyira tetszett, és én mindig az az ember voltam, aki mindig a... Hát nem sokkal, azért mindig az idősebbek körébe éreztem jól magam. Szerettem a kortársaimat nyilván, de valahogy úgy nem éreztem úgy jól magam, mert úgy nem tudtam megnyílni előttük viszont a hasonló korabeli emberek előtt, és inkább a felnőttek, mert úgy ittam a szavaikat, ittam azt a világot, amit a felnőttek képviseltek. Egy picit szakadjunk el most az iskolás időszaktól, és jöjjünk be egy picit a mába. Ugye rengeteg zenekarbannak most a tagja vagy, több zenekarban is benne vagy, aktívan van egy saját zenekarod is, és még csinálsz egy olyan dolgot, amit én megmondom őszintén a mostani párokról, akivel nagyon boldogok vagytok és megtaláltátok egymást, tőle hallottam, és azt mondtam, wow, ezt meg kell beszélnünk itt. Szóval mit csinálsz manapság? És csak egy dologról beszélt meg? Kettő is van az éneklésen. Na, akkor mind a kettő érdekes. De mindent elmesélek, természetesen. Hát, igen, vannak zenekarok. Voltak zenekarok, akikkel dolgoztam együtt. Az egyik, ami a legfontosabb és ami a legközelebb áll hozzám, az nyilván a Sirota Jenniferész zenekara, vagy Jenny's Band, nevezzük akár, hogy mert már így is elhíresült, úgyis elhíresült. A Jenny's Band az úgy egy egész jó zenév. Ugye? Szerintem is egyébként. De aztán elvehettük az ötletet, de aztán mégis ez maradt, és most már így írják ki plakátra, de ez már nem is gond, mert ez legyen a legkevesebb szerintem, így is jó hangzik. Tehát velük egy olyan műfajt képviselünk, ami sokan egyébként hiányolják a még több saját dalt a repertoárból. Mert ugye nekünk a repertoár, a műsor az főleg blues, kevesebb jazz, soul és az ilyen pop-rock dalokra épül. És amit egy kicsit így, ha nem is teljesen, de azért bele-bele nyúlunk, és egy kicsit magunkéván formájuk átalakítjuk. Tehát nekünk kb. Így néz ki a műsor, Aretha Franklin, Tina Turner, plusz ugye egy-két saját dal, és még sorolhatnánk, hogy milyen előadóktól játszunk dalokat. Szóval ezt nagyon-nagyon szeretem, mert nekem a főszerelem az életemben, a párom mellett, az a blues, jazz, soul műfaj. Egyébként mindenre nyitott vagyok, de ez az, ami abszolút én vagyok, és amiben ki tudok teljesedni a színpadon. Ezt nagyon-nagyon szeretem, és hát nagyon remélem, hogy még több mindent el fogunk majd érni a jövőben. Én ezen dolgozom, meg dolgozunk is együtt. De emellett még annyi minden van, amit csinálok, hogy lehet, hogy néha már azon gondolkodom, le kellene lassítani, és csak egy dologra koncentrálni, nem tudom. Erre majd a későbbiekben jövök rá.
Volt egy szintén egy Szabolcs megyéből származó zenekar az életemben, akikkel 2 évig dolgoztam együtt, és azt mielőtt elmondom, hogy kik ők, azt el kell mondanom, hogy én őket a művészetis korszakomból ismerem. Őket akkor ismertem meg, mert ott a tagozatosok mindig az ő muzsikáikat hallgatták. És nem tudtam egyszerűen, hogy kicsodák, már úgy megkérdeztem, hogy kik ők, és akkor mondták, hogy melyik zenekarról van szó, és onnantól kezdve ez ugye már most, hát több mint 12 éve, hogy hallgattam őket, és nagyon nagy rajongójuk lettem. És ők azt hiszem, hogy 2016-ban voltak, bocsánat, ha nem, de talán akkor voltak a Dal című műsorban az Eurovíziós dalversenynek a magyarországi válogatóin. Akkor indultak, és egy olyan dallal, amiben nem olyan mély nyomot hagyott, és tényleg ilyen, ahogy megszólalt a lány is, ahogy megszólalt a dal, onnantól kezdve rázott a hideg, és sírtam anyával együtt. Ők egyébként a Párnógrászt. És ez pedig a Már nem szédülök című dal, amiről most szó van. Tehát én ott, amikor láttam és hallottam őket, mondtam otthon, hogy Istenem, ezt a dalt legalább egyszer énekelhetném el valakivel, vagy valahol. Nem tudom miért, de úgy nagyon megfogott. És az a durva, hogy rá egy évre kaptam egy telefonhívást az Olá Józsitól, a zenekarvezetőtől, hogy a Helena, aki akkor ugye volt a dalban, meg aki az ő keresztlánya, és aki volt előttem az énekesnő, ő babát vár, családot alapított, és hogy most neki szüksége van 1-2 évre, hogy úgy családot tudjon koncentrálni, és hogy nem lenne kedvem csatlakozni a zenekarhoz. És nyilván mondanom sem kell, hogy nekem ez mekkora öröm volt, és aludni nem tudtam utána 2-3 napig, hogy én ezt tényleg kaptam, ezt a lehetőséget, mert azért teljesen jó dolog szerintem, mikor itt 10 évig rajongsz valakiért, aztán egyszer csak csörög a telefon, és felkérnek, hogy nem akarsz csatlakozni. Szóval ez jó volt, és onnantól kezdve ez alakult, és szinte minden hétvégén oda voltunk, és nem csak egyszer volt lehetőségem elénekelni ezt a dalt, hanem sokkal többször. Tehát minden hétvégén többször. És azt hiszem 2 évig dolgoztam velük. Nem csak itthon, hanem külföldre is nagyon sokat jártunk. Tehát ez is egy meghatározó pillanata volt szerintem az életemnek, nagyon meghatározó 2 év. Sokat köszönhetek nekik, nagyon-nagyon sok mindent tanultam, fejlődtem, és hát nagyon jó emberekről beszélünk, úgyhogy zseniális embereket ismertem meg. Úgyhogy velük is dolgoztam, viszont tavaly decemberben kiszálltam a zenekarból, úgy éreztem, hogy most már ideje egy kicsit saját magamra is koncentrálni, viszont visszatérve a Párnógrászt alapítottunk még egy ilyen, hát 2 zenekarból beruválódott össze egy nagy zenekarra, a Bohemian Betyárs és Párnógrászt. Na most annak a formációnak még tagja vagyok. Velük megint egy más műfajt képviselünk, ott egy kicsit így, hát nem mondom, hogy én most hogy szoktam nevezni, milyen műfajba sorolom, de kicsit a cigányzene keveredik a punk rockkal, vagy nem is tudom, milyen érdekes. Én nem tudom bekategorizálni, de nagyon-nagyon izgalmas, és ez iszonyatos, amilyen energiák ott uralkodnak a koncerteken és a színpadon egyaránt, tehát tudom, meglátnátok, nem ismernétek. Tehát, hogy másnap olyan izomláza van a nyakamnak, annyit rázom a fejön. Tehát, hogy az megint egy más műfaj, de abból is tanultam egy csomó mindent, és imádom az ilyen új dolgokat kipróbálni. Most csatlakoztam például egy, illetve hát felkértek, hogy mi lenne, ha dolgozgatnánk így együtt, ez az Abra Közabra nevű formáció. Varga Antitól kaptam a hívást, csörgött a telefon, úgyhogy ez megint egy olyan dolog volt, aminek nagyon-nagyon örültem. Mert azt a zenekart is én baromira ismerem, és iszonyatosan fantasztikus zenészekből áll, és ott is már most túl vagyunk már egy pár közös koncerten, és ott is olyan energiák uralkodnak a színpadon, ami szerintem alapvetően a legfontosabb egy zenekarnál, hogy mindenki kapcsolatban legyen, és mindenki érezze a másikat, mert hogyha pici kis, valami kis zicc is van a dologban, akkor már ott buktuk a dolgot, de itt panaszra nincs okom, tehát iszonyatosan jó muzsikusok, és én nagyon-nagyon hálás vagyok ezért, hogy megint csak egy olyan csapatba kerülhettem be, ahol megint tudok fejlődni, megint van mit tanulnom, mert mindig tanulunk a másiktól, megint olyan műfajú dalokat énekelhetek, amiket iszonyatosan szeretek, úgyhogy állok elébe boldogan és bátran a jövőnek, nem tudom, hogy mit fog hozni. Mindemellett egyébként nagyon tehát, hogy a legtöbb időmet most nyilván arra szánom, hogy saját magamat is építsem.
és amit mondtam neked pár 10-15-20 perccel ezelőtt, hogy, hogy most úgy valamit érzek, hogy valami elindult. Egy kérdés, és akkor utána levezhetünk más vizekre is, de még a zene talaján maradva, hogy az, amikor neked az első tehetségkutatóban nevezzük X-faktornak a nevét, ugye nem jutottál be az élősóba. És utána is volt egy tehetségkutató, amin azért néha nem kedves szavakkal ülettek bizonyos emberek. Ez nem okoz törést egy karrierjét építgető hölgyben? Könnyen ki lehet ezt nevelni? Hát attól függ, hogy mennyire van tisztában az őt körülvevő világgal szerintem. Én szerencsés vagyok abból a szempontból, ugye, hogy az X-faktornál már tapasztaltam, és itt sokkal könnyebb volt belevágni két év múlva egy másik ilyen dologba. Mert akkor már nyilván kicsit kinyílt előttem ez a fajta világ, mert szerintem ez is egy külön világ. Ezek a tehetségkutatós dolgok, tehát sokkal tapasztaltabb voltam, rutinosabb, tudtam már első perctől kezdve, hogy mire számíthatok, hogyha én ebbe belevágok. Nyilván az elsőnél, az X-faktorán még semmit nem tudtam, 16 éves voltam, és én azt gondolom, hogy 16 évesen belevágni egy ilyenbe nem biztos, hogy jó. De mivel ugye még itt nagyon az elején voltunk ezeknek, ez az első X-faktor volt, tehát még nagyon az elején voltunk ezeknek a tehetségkutatós dolgoknak, ezért én például, meg hát a szüleim sem tudtuk, hogy ez mivel jár, ez mi is pontosan, mit lehet ettől várni. Viszont így, hogy tapasztaltam, nekem, ha mondjuk lenne egy gyerekem, én biztos, hogy nem beszélni még róla, mert azért szabad kezet adnék, hogy figyelj, vágjál bele és majd megtapasztalod, de azért felhívnám rá a figyelmet, hogy nem biztos, hogy szükség van erre. Megbánni nem bántam meg, mert minden okkal történik, én ezt vallom. És lehet, hogy majd csak évek múlva jövünk rá, de mindig rájövök. És mindig rájöttem eddig. És erre is rájöttem, hogy miért kellett tehát. De erre most nem térek ki, tehát nem bántam meg. Viszont ha még egyszer kellene, nem biztos, hogy újra csinálnám. Nem volt ez rossz, mert mondom, ez egy külön világ. Teljesen nem volt rossz. Mert ha ellenmondanék saját magamra, mert mégis belevágtam két év múlva. Tehát én az X után azt mondtam annak ellenére, ugye, hogy nem jutottam be az élősóba. És utána jöttek a kommentáradatok meg szinte mondhatom ezt minden elfogultság nélkül, hogy majdhogy nem az egész ország fel volt lázadva, mert én akkor nagy kedvence lettem sok embernek, hogy de mi az, hogy a geszti nem vitte tovább, és hogy úristen, hát akkor kit, ha őt nem? És más volt, más is volt ott ebben a dologban. Nem feltétlenül azért nem vitt magával, mert nem énekeltem jó, hanem azért, mert tudta nagyon jól, hogy 16 évesen nem fogom tudni végigcsinálni azt amit ott elvárás. 16 évesen még nagyon kicsi voltam. Két év múlva sem voltam felnőtt, mert 18 évesen sem vagyunk felnőttek szerintem, sőt. Viszont már tisztában láttam a dolgokat, amit mondtam. Tehát tudtam, hogy hol a helyem, mi lesz a feladatom, mire vállalkozok, és mérlegeltem, hogy meg tudom csinálni, biztos belevágok, ki fogom bírni. És azt mondtam, hogy miért ne. Játékként fogtam fel. Abszolút. Egy kérdés, hogy ott azért kötetnek barátságok, ismerettségek, ezek megmaradtak? Meg hát, tudnak maradni? Szerintem meg ez rajtunk múlik, meg hát nyilván a másik emberen. Nekem az egyik legemlékezetesebb pillanatom az az, a csillagszületikből, hogy a Juhász Marcival megismerkedhettem. Egy iszonyatos őrült, de ugyanakkor abszolút szerethető, csupa szívemberről beszélünk. Ha valaki nem emlékszik, akkor írja be a nevét, és majd biztos, hogy be fog villani. Odállt a kis szágitárjával, és elénekelte, azt hiszem, akkor egy népdalt énekelt, ha kihajtom a libám. De ha nem is akkor, de a későbbiekben biztos, hogy énekelte. Tehát engem olyan szinten elvarázsolt, és nem feltétlenül csak a hangjával, meg a játékával, hanem a személyiségével. És nekem például vele mai napig megmaradt a kapcsolatom. És független attól, hogy nem beszélünk minden nap például, csak 2-3-4 havonta, de mégis olyan, mintha onnan tudnánk folytatni a beszélgetést, ahol abba hagytuk. És annyira közvetlen, hogy én nagyon szeretem. Úgyhogy ekkor szoktam azt mondani, hogy már ezért megérte. Mi a helyzet a másik két témával? Ó, tényleg, erre nem is beszéltünk. Igen, az egyik az, a másik, majdhogy nem szerelem, de még nem nevezném szerelemnek. A másik olyan dolog az életemben, amivel foglalkozom, az a rádiós műsorvezetés.
már azt is most több mint két éve dolgozom Fehér Gyarmaton a rádiósomnál, mint műsorvezető. Este 6-tól 9-ig van egy zenei műsorom, tele aktuális zenei hírekkel, előadók, zenészek, énekesek, énekesnők élet karrier történetéről beszélek. Ritkábban, de a jövőben egyre gyakrabban töltjük majd meg a műsort interjúkkal. Úgyhogy nagyon színes kis zenei műsorról beszélünk, én nagyon-nagyon szeretem már csak azért is, mert a zene, hát a zene, ami picikorom óta elkísér, hát mi mással foglalkozhatni, nyilván nem horoszkópot fogok olvasni, annak is megvan a varázsa, de ez így még jobb. Ez az, amivel, amit nagyon-nagyon szeretek egyébként a hétköznapokban csinálni. A másik dolog pedig tavaly elkezdtem gyerekeket tanítani. Ez a dolog, ez úgy jött, hogy a ORFK így csinált egy ilyen bűnmegelőzési pályázat keretein belül egy ilyen zenei dolgot, a Zenasz kell, az a neve, címe a pályázatnak. És erre volt mindig egy nyitó-záró rendezvényük. És mind a mellett, hogy ők hangszereket ajándékoztak ugye a gyerek otthonokban lévő gyerekeknek, zene oktatás is folyik ezen kívül. Tehát, hogy a zene csak ott lenne a gitár, de nem tud rajta játszani, hanem tanárt is biztosítanak, hogy meg tudja szólaltatni. Ettől nagyobb kincs szerintem nincs egy ilyen gyerek életében. És én mindig ott voltam ezeket a nyitó-záró rendezvényeken, mindig kaptam ilyen felkéréseket, hogy menjek el, és akkor nyissam, zárjam a rendezvényt, énekeljek egy kicsit. És ez tök jó volt, én nagyon hálásnak éreztem ezt a feladatot, és nagyon megtisztelőnek. És hát mindig sírtam, mert ez nagyon megható kis rendezvénysorozat egyébként látni azokat a gyerekeket, akik egyébként otthonban nevelkednek, de milyen kis tehetségesek, hiszen nagyon sokan vannak köztük, akik baromi tehetségesek. És tavaly is volt egy ilyen záró rendezvényünk, vagy az pont a nyitó volt már, nem tudom, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ott megint felléptem, és a rendezvény után viszont oda jöttek hozzám, hogy nem lenne kedvem csatlakozni, mint tanár ehhez a projekthez. És hát nagyon, nagyon, nagyon nagy örömmel mondtam igent. És nyilván az első pár alkalommal, itt egyébként három helyszínről beszélünk, ahová én járok, ez Tiszadó, Mátyás Szalka és Berkez. Itt vagyok a gyerek otthonokban a gyerkőcökkel. Az első pár alkalom után, ahogyha őszinte akarok lenni, már pedig mindig az vagyok, egy kicsit ijesztő volt nekem ez a dolog. És nagyon-nagyon megviselt lelkileg. És itt most nem folyok bele a részletekbe, legyen elég az, hogy akkor egy kicsit így átgondoltam, és mondtam, hogy lehet, hogy alszok erre a dologra egyet-kettőt, és meglátjuk, hogy tudom-e estimálni. Ugye, amit mondtam az elején, hogy alapvetően érzékeny vagyok, és ha ilyen dolgokról van szó, akkor meg végleg átolik a mécses. És aztán erőt vettem magam, és mondtam, hogy hát dehogy nem, hát én ezt kibírom, mert egyébként meg annyira hálás ez a feladat, és olyan jó, amikor így kiszállok az autóból, például Tiszadóban, és még ki se szállok, de már ott toporog a kisrác az autó mellett, és várja, hogy kiszálljak, és már ölel meg. Tehát, hogy nagyon szeretnek a gyerekek. És ezáltal persze, hogy én is megkedveltem őket. És ugye itt nem arról a konkrét oktatásról van szó, hogy én most megtanítom őket skálázni meg, hogy már pedig de X-faktor benned van, mert nem ez, nem az X-faktort meg a csillagokat keressük, hanem a lényeg az, hogy megszerettessük velük azt a dolgot, amit már alapvetően szeretnek, és ami sok ember, sok gyerekben benne van. És hát ettől nagyobb boldogság nincs, amikor látom, hogy imádják, amit csinálnak. És csak úgy önfeledten énekelünk, vannak dalok, amiket hoznak, hogy most ezt akarja megtanulni, azt, és persze azért vagyok ott, mert én megtanítom neki. Úgyhogy ez a másik olyan dolog az életemben, ami hétköznap a rádiózás mellett estét csinálom, úgyhogy reggeltől estig van program. De hát ezek így mind töltenek, és erőt adnak, és imádom csinálni. Ez a legfontosabb, nem, hogy azt csináljuk, amit szeretünk. Hát igen, és hogyha valaki ezt megtehet, akkor az egy boldog ember. Igen. Egy picit, bár nem nagyon szoktál magánéleti kérdésekről beszélgetni, de azért szeretném megkérdezni, hogy a mostani szerelmed, hogy ismerkedtetek meg? Tehát ennyi munka mellett, hogy lehet ismerkedni egyáltalán? Én nem kerestem a szerelmet, csak úgy jött. Ügyesen kibújtál. Ez ilyen, tudod, mondtam, minden okkal történik, én ebben hiszek, és hát igen, szerelmes vagy. Nem, nem tudom, hogy fogalmazok úgy, hogy ne nagyon térjek ki a részletekre, mert igen, nem,
nem szoktam én, nem érzem fontosnak, hogy ha valaki nézi például a Facebook oldalamat, na én tipikusan nem az az ember vagyok, aki minden héten vagy minden második nap ki fogja rakni, hogy most itt vagyok a szerelmemmel, vagy ott vagyok, most éppen vacsorázom, ezt vagy most ezt a kártizom. Tudom, mert én azt megnéztem. És pont ez a lényeg, hogy mi annyira, én annyira boldog, kiegyensúlyozott párkapcsolatban élek. Tehát, hogy mi, ez egy más világ a Facebook, én nem mutogatom ezt a dolgot, viszont megélem ezeket a pillanatokat, és igen, nagyon szerencsés vagyok, mert egy olyan férfit ismertem meg a személyében, a párom személyében, aki szintén iszonyatosan sikeres a maga szakmájában, és elért egy olyan dolgot, ami számomra is példa. Maga az az út, ahogyan azt elérte, és ahogyan ő azt felépítette és végigcsinálta. És ugye, amit az előbb is mondtam, megint mondom, hogy mindig tanulunk a másiktól, sőt, mindig figyelni kell, mert mindig van mit. Tökéletes példa szerintem, hogy hogy lehet nagyon nagy erőfeszítésekkel ugyan, mert nyilván nem így pattan az ölünkbe a lehetőség és a szerencse, és akkor már most én a csúcson vagyok, mert adódhat, de ugyanakkor olyan könnyen le is esünk. És ő nagyon szépen felépítette szerintem az ő kis karrierjét, ezen dolgozik. Nyilván minden nap ezt tapasztalom, hogy tényleg reggeltől este viszont tényleg dolgozik azon, hogy meg is tartsa ezt a dolgot, amit ő elért. És ettől nagyobb példa szerintem megint csak nincs. Úgyhogy ő a nem is tudom, hanyadik, negyedik, ötödik olyan ember az életemben, aki viszont a család és Magdi néni mellett azt mondom, hogy példakép tud lenni az én életemben. Annyivel nem állunk el titkot, hogy én ismerem, és hozzád is rajta keresztül jutottam el. Egy nagyon kedves beszélgetés kapcsán. Egyébként, tehát hogy van időd mindenre, tehát magánéletet, hogy tudod besűríteni ebbe a nagyon-nagyon elfoglalt időszakodba? Pont nemrég volt egy előadásom ezzel kapcsolatban egyébként, egy ilyen 30-40 perces előadásom, amikor nem énekelni hívtak, hanem beszélni. A magánélet és a munka összehangolása, ez volt a fő témakörünk. És mint sikeres nő, így hívtak meg, és akkor ott is mondtam, hogy lehet, hogy 10 év múlva még magabiztosabban mondhatnánk azt, hogy sikeres nő vagyok. Nagyon remélem, hogy így lesz egyébként, de nagyon megtisztelő volt, hogy így tekintenek rám. És érdekes volt a témakör, de ugyanakkor teljesen egyszerű a magyarázatom erre a kérdésre. Az apárom munkájából adódóan is annyira zseniálisan össze tudjuk hangolni ezeket a együtt töltött perceket, órákat, mert ha buli van, hétvégén nekem koncert van, tud velem jönni. Tehát ő nem feltétlenül helyhez kötött. Inkább az, hogy reggel 7-től este 10-ig a fülén csüng a telefon. De ennek van eredménye. Tehát, hogy a munkájából adódóan mindig össze tudjuk egyeztetni. Nagyon sokat vagyunk szerintem együtt. De ugyanakkor jut mindenkinek idő magára is, tehát hogy azért mondtam, hogy szerintem abszolút megvan a harmónia. Azt nem mondanám, hogy mekkora példa pár vagyunk, mert nyilván mindenkinél, és ezt akkor az előadáson is elmondtam, hogy mindenkinél vannak összezörnések, vannak apró kis viták, veszekedések. Hát a legfontosabb, meg tudjuk beszélni. Meg hát, az meg, hogy ez a pár perc, mindenkinek vannak olyan pillanatok, hogy elborul az agya, és akkor én is mondom, te is mondod, stb. De ettől függetlenül tök jól össze tudjuk egyeztetni a dolgainkat. Egyébként azon gondolkodom így, hogy átalakít ugye a Vidoron, itt voltál. Igen, igen. Ő is itt vette a dolgait, meg közben dolgozott, azt láttam. De hogy mit csinál Jenny, amikor pihen? Tudsz-e pihenni? Hogy pihensz? Neked mi a pihenés? Hát a legnagyobb kikapcsolódás és a legnagyobb hobbi az életemben, ami kikapcsol, ellazít egy kicsit, az olvasás. Én imádok olvasni. Most például beiktattam például még az angol tanulást az életembe, függetlenül attól, hogy valamilyen szinten azért tudom a nyelvet, de profivá szeretnék válni ebben a dologban is mindig. És így még kevesebb idő jut a szórakozásra, mert most már aztán tényleg nagyon telítettek a mindennapok. És van olyan szinten szerelmese vagyok a könyveknek és az olvasásnak, hogy most is például pont tegnap előtt már éreztem este, hogy már elvonási tüneteim vannak, hogy hiába, mert ki tudnám nyitni a könyvet éjszaka is, ha úgy van, de fáradt vagyok, és nem tudok olvasni. Szóval nekem a legnagyobb kikapcsolódás egyrészt az olvasás.
Másrészt a családdal töltött idő. Egyébként sok ember számára hihetetlen, viszont valakinek nem. De én például minden nap beszélek édesanyámmal, legalább telefonom minden nap. Ha csak annyit, hogy hogy vagy, mi újság, akkor annyit, de minden nap. Ez is egyfajta kikapcsolódás. Feltölt? Igen, abszolút. Persze. Abszolút. Van-e olyan álomhely, ahol szívesen elutaznátok ketten? Hát, igen. Nekem New York volt a legnagyobb álmom, pici korom óta, amióta az eszemet tudom. Ezt hála jó Istennek valóra tudtam váltani áprilisban. Viszont ebből adódóan, mert akkor kaptam egy olyan, hát nem is tudom mit, hogy akkor azt mondtam, hogy innentől nincs megállás. Én az egész földet látni akarom, amin élünk, és az egész bolygóra kíváncsi vagyok, és minden egyes földrészre. Kíváncsi vagyok a kultúrákra, és nem mellesleg ugye azért is, mert ez is a zene. Tehát én nem csak azért meg akarok menni valahová, hogy kikapcsoljam az agyam, tengerpartra viszont kevésbé vágyok. Nyilván nagyon szép, és az a cél, hogy mindenhová, de például a zenei különböző kultúrák is nagyon érdekelnek. Tehát, hogyha eljutok valahová, akkor például azt is szeretném majd beiktatni így abba az ott töltött időkben, órákban, hogy megismerjem az ottani zenei dolgokat, kultúrát. Úgyhogy visszatérve, különösen, hogy most ez a legnagyobb álmom, olyan nincs a legnagyobb álmom, hogy elérjem azt, hogy megtehessem, hogy minden, és elmondhassam, hogy tényleg mindent láttam abból, ahol élünk, és mindent, minden földrészbe járhattam. Szoktak így a beszélgetés végén villámkérdések lenni. Az egyik ilyen tipikus villámkérdés, már ez is része volt gyakorlatilag, de hogyha nagyon sok pénzt kapnál, mit kezdenél vele? Mi az, amit először megvalósítanál? Az a legérdekesebb, hogy nekem ugye villámkérdés, szóval gyorsan kéne válaszolnom, csak az volt, hogy nem tudok. Nem olyan villámkérdés. Tudom, hogy, és remélem, hogy ez nem fog úgy tűnni, mintha én most így be akarnék vágulni akárki előtt, mert pont nem az a típus vagyok, aki túljátsza magát, vagy más mutatok, mint ami. A legelső, hogy nyilván rendbe raknám a kis családom életét, hogy úgy mindenki rendbe legyen. Mert nem hiába kaptam tőlük én sem gyerekkoromban annyi mindent, úgyhogy úgy érzem, hogy most már nekem van itt az idő, hogy segítsek. Én nagyon-nagyon imádom az állatokat. Nekem ez a terveim között szerepel, hogy egyszer én csinálok majd egy kutyamenhelyet, állatmenhelyet. Úgyhogy valószínűleg ez lenne még a másik legfontosabb dolog, hogy létrehozzak egy ilyet, és hát segítsek, akit tudjak, mert én. Ha meglátok egy kutyus vagy bármit, akkor nekem a szívem szakad meg. Úgyhogy igazából ez utána meg majd jöhet, hogyha nekem ezek kötelező dolgok lennének, hogyha ezeket elintéztem, megcsináltam, mindenki megnyugodott, tudom, hogy a körülöttem lévők is oké, akkor, de hát nyilván ott lenne még az, hogy tudatosan, tehát hogy azért nem lennék az a, hogy is fogalmazzam. Tehát, hogy, na, hát igen, azért tudnám, hogy hol határ. Le kell valamit tenni. De egyébként kérdésedre válaszolva, ez lenne az elsődleges. Tengernyi idővel mit kezd Szirotta Jennifer? Ugye tengernyi időt kap az életben, és azt mondják, hogy most megállítjuk. Ja, hogyha kapnék. Most megállítjuk az órát, meg az időt, és van záros határidő, belül újra indítjuk, de addig azt csinálsz, amit akarsz, amit szeretnél. Látod, ilyenkor, ilyenkor tudom megint azt mondani, hogy nekem olyan szinten pörögnek a fogaskerekek, hogy nem áll le abszolút az agyam, se ha lefekszem, se ha felkelek, hogy megint annyi minden bevillant egyszerre, hogy nem tudok válaszolni. Tehát nem tudom, hogy mit csinálnék, hogyha így megállna az idő, és nem tudom, esküszöm, nem tudom. Hát valószínűleg magamat is lelassítanám egy picit, és akkor, és így átgondolnám, hogy nem tudom. Nem tudom, mit lehetne kezdeni tengernyi idővel. Ezt lehet, hogy majd az adott pillanat adná. Nem szoktam ilyen dolgokon gondolkodni, amit tudom, hogy nem lehetséges. Idő. Jó, de hát minden lehetséges. Szóval ezért nem tudok most erre így hirtelen válaszolni. Lenne egy kérdésem. Ott hagynád-e az éneklést azért, hogy mondjuk egy sikeres adónál főállási műsorvezető legyen? Nem.
Szerintem a legtöbb előadó, énekes, zenész, vagy bárki, nem feltétlenül kell csak a zenei szakmáról beszélni, bárki bármivel foglalkozik, szerintem és adódik olyan pillanat mindenki életében, hogy azt mondja, hogy hát én most ezt feladom, vagy nekem ezt nem kell csinálni, vagy én ezt már nem csinálom, belefáradtam. Nekem is volt nagyon sok ilyen ideig, óráig tartott, mert aztán rájöttem, hogy ez hülyeség, tehát ez egy pillanatnyi állapot, most igen, bekattantam egy kicsit, de majd mindjárt túl leszek rajta. És akkor majd visszagondolok, hogy egyébként devia voltam, hogy így gondolkodtam. Nem, biztos vagyok benne, hogy nem adnám fel. Ha csak nekem nagyon fontos volt mindig, tehát hogyha volt egy koncertem és csak 5 ember jött el, akkor 5 ember. De az 5 ember miattam jött. Tehát nekem az ugyanolyan boldogságot okoz, mint hogyha 3-4 ezer, 10 ezer ember előtt énekelek. Tehát dehogy adnám én fel azt a fajta dolgot, ami nekem a legnagyobb örömet jelenti az életemben, azért, hogy most én képen jön. Persze imádok műsort ezek, nagyon-nagyon szeretek. De akkor sem annyira, mint színpadon állni és énekelni. Ez szép és jó. Mit szeretnél a jövőre? Nem, eddig csűröd még. A jövőre nézve kívánnánk neked. Mi az, ami körülnél? Siker, boldogság, egészség? Mindennek az alapja az egészség, azt gondolom. És a boldogság. Hát akkor zárjuk ezzel a sort. Sok boldogságot és jó egészséget kívánok, és nagyon nagy köszönöm. Sikereket, és mi ígérjük, hogy a programinfo amennyire teheti, beszámol rólad, a veled kapcsolatos történések, és időről időre visszatérünk hozzád, és beszélgetünk egy jót. Nagyon köszönöm ezt a kellemes kis beszélgetést. Nagyon szívesen örülünk, hogy eljöttél. Én is köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőktől már a búcsúzunk, ne felejtsenek el betérni a Continent Wine & Café-ba, jelenleg már menüvel is szolgálnak önöknek, jó ebédet és kellemes hangulatot biztosítanak a kollégák. Viszont látásra, viszont hallásra.